Sziasztok! Ercsai Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. A mai napon, legalábbis képzeletben, Dalmácia déli részére, Dubrovniktól egy picit északra, a Pelješac félszigetre és az azt övező, vagy azzal szomszédos Komárnára látogatok el. Tartsatok velem! A Lecsengés csak egy YouTube csatorna. Ha meg is kóstolnátok a borokat, akkor menjetek el a Wine Lovers Club egyik kurzusára, ahol különböző tematikák mentén ismerhettek meg izgalmas borsorokat Magyarországról és külföldről egyaránt. Tali a Wine Lovers Clubban. Dél-Dalmácia. Egészen csodálatos hely. Nem csak azért, mert amikor letérünk az autópályáról a Neretva deltájába és leereszkedünk a még nyáron is zöld folyóparti mezőkre, akkor automatikusan átkapcsol a telefonunk bosnyák hálózatra, hiszen itt már pár száz méter választ csak el Boszniától, hanem azért is, mert itt belépünk a Plavac Mali világába. Na de mi is az a Plavac Mali? A Plavac Mali egy dél-dalmáciai szőlőfajta, bizonyos köze van egyébként a Pribidrákhoz, Tribidrákhoz, Trillianak, Kastellanskihoz, vagy ahogy az amerikaiak ismerik, a Zinfandelhez, hiszen ha minden igaz, az egyik rokona, minden esetre nagyon-nagyon hasonló borokat ad. A Plavac Mali jellemzője mindig a nagy test, a magas alkohol, a sűrű, már-már szárító, hát igen, nem is ritkán, majdnem állandóan szárító tannin, és ami az ízképet illeti, hát először az eperlekvár, másodszor a szárított füge, harmadszor pedig a mediterrán fűszer növények jutnak róla eszünkbe, illetve hát bizonyos alkalmakkor egyéb lekvárosság és egy pici sós algás íz és illatjegy is felbukkanhat a borában. Ami a fő termőterületeit illeti, a legfontosabb megjegyeznetek a Dingács, a Postup és a Komárna neveket. A Dingács az nem más, mint Horvátország vagy ex-Jugoszlávia első eredetvédett, földrajzilag eredetvédett szőlőtermő területe. Ha jól emlékszem, 1961-ben kapta meg az eredetvédett státuszt, utána következik a Postup, ami 1967-ben vagy 69-ben lett eredetvédett, és ehhez csatlakozott csupán 10 évvel, vagy 11 néhány évvel ezelőtt Komárna, ami már nem a Pelješac félszigeten van. Na most, hol is van a Pelješac félsziget? Nézzétek meg a térképen. Dubrovniktól északra egy délkeletről északnyugati irányba a tengerbe benyúló félsziget. A végén találkozik majdnem Korcsulával, ott van a Komp Orebicsnél, ott lehet átmenni Korcsulába, és meg lehet szállni Barta Karcsi ötcsillagos hoteljében Korcsula szigetén. Egyébként izgi, hogy Korcsulán a Posip nevű szőlőfajta az uralkodó, ami egy fehér szőlő és tök jó fehér borokat ad. És ahhoz, hogy elérjük a Dingács és a Postup ültetvényeket, ahhoz a Pelješac félsziget déli oldalára kell kijutnunk, ott követik egymást a szőlők. Először a Dingács, utána a Postup, mind a kettő meredek, teraszos ültetvények egészen a tengerig lefutnak, és kizárólag Plavac Malival lehet itt foglalkozni. Például a Dingács esetében még azt is tudom, hogy elő van írva, hogy minimum 9000 tőke per hektárnak kell meglennie. A telepítésekben kizárólag gyalogművelés lehet, nem lehet úgy tudom, hogy öntözni, de úgy láttam, hogy az újabb ültetvényeken már lehet, hogy engedélyezték az öntözést, szóval ennek utána kéne néznem. És a lényeg, szóval mindenképpen csak Plavac Málit lehet innen forgalomba hozni. A Pelješac félszigeten 2 évvel ezelőtt megépült a híd, amin át lehet kelni most már a félszigetre. Eddig ugye úgy volt 2 évvel ezelőttig, hogy át kellett először kelni Bosznia-Hercegovinába, utána újra Horvátországba, és utána lehetett átmenni. Most már Horvátország két felét összeköti ez a híd,
ami Komárnáról megy a Pellésetfélszigetre. Szóval, ha a Pellésetfélsziget felől megyünk, akkor átmegyünk a hídon, és már látjuk is balra fent a komárnai szőlőterületeket. Ha viszont Zágráb felől érkezünk az autópályán, akkor először leereszkedünk a Neretva völgyébe, a Neretva deltába, ott átkelünk a Neretván, és utána az első emelkedő és kanyargós út után, az első bukkanó után, az első dombvonulat után már is Komárnában vagyunk, innen már látjuk a hidat. Ami a komárnai Plavac Malikat illeti, hát az a különbség a Dingácshoz és a Posztuphoz képest, hogy míg az előbbieknél, tehát Dingácsnál és a Posztupnál nem ritka a 16, 17, 18-as alkohol sem, és mindig ezek az eperlekváros, aszaltfüggés jegyek dominálnak, addig a Komárna Plavac Malikban hát moderáltabb 15-ös, néha 14-es alkohol van, sokkal élénkebbek, vibrálóbbak a savak, kevesebb a szárított füge, több az eperlekvár, és felbukkan egy ilyen, hát, meggyes karakter is az aszalt szilva és a szilva mellett. Szóval, ha mostanában Plavac Mali kóstolót tartunk, akkor mindig az a végső konklúzió, hogy Komárna az elegánsabb és vibrálóbb savú, a Dingács az mindig egy ilyen robosztusabb, sűrű tanninú, hosszabban eltartható, de sokkal később mutatja meg magát, tehát hogy 6-7-8-9 éves kor előtt nem szabad kibontani, és a Posztup az pedig a szegény ember Dingácsa, ami rossz évjáratokban mindig lekváros, de jó években bizony-bizony odaérhet a Posztup a Dingács mellé, csak tudni kell, hogy mi a jó év, és tudni kell, hogy ki volt a boráz. Ami pedig a most kóstolt borunkat illeti, hát nem mástól, mint Josip Volárevics-től hoztam egy bort, egy Gold Edition 2018-as Plavac Malit, és azért esett erre a választásom, mert Josip Volárevics fiatal kora ellenére talán a leginkább exponált figura a Plavac Mali kapcsán, hiszen ebből írta a doktori disszertációját, pontosabban abból, hogy a Plavac Maliban hogyan lehet sejmesebbé, integráltabbá tenni a tanninokat. Szóval Gold Edition Plavac Mali Volárevicséktől 2018-ból Komárnáról. Lássuk! Talán látszik is, hogy mély rubin színe van a pohárban, és illatában első blikre jön ez a nagyon-nagyon intenzív klasszikus eper vagy szamócalekvár. Aztán ahogy nyílik, egy pici füstölt hús, egy pici aszalt szilva, de, ahogy sejtettem is, ez nem Dingács és nem Posztup, hanem Komárna, tehát a fügés karakter egyelőre nem bukkan fel. Kóstolva aztán, nagy test, egész jó, kerek, de lendületes savak, és, tadám, a tanninok ott vannak, sűrűek, sejmesek, érettek, puhák, de egyáltalán nem szárítanak, szóval jó hír, hogy a Plavac Maliból is ki lehet szedni a szárító tannint, hát nem véletlen, hogy Josip Volárevics ebből írta a doktori tézisét, szóval sűrű tanninok, de nem szárítóak, és ízképben, az ízben megint csak az eperlekvár, itt már egy pici füge felbukkan, és megint újra a szilva, és az aszalt szilva, és a szilvalekvár. Sőt, hát egy ilyen pici kandis cukros vonal is érződik, és igaz, hogy magas az alkohol, de minden nagy, tehát nagy a test, sűrű a tannin, magas az alkohol, az egyensúly az valahol feljebb, de bizony megvalósul, szóval semmi nem lóg ki, és a lecsengése is majdhogy nem végtelen. Hát gyerekek, szerintem ez életem legjobb Plavac Malia. Ami nagy szó, mert hát legalább tízszer voltam már úgy Horvátországban, hogy Plavac Malit kóstoltam, és egyszer-kétszer már volt alkalmam hát egyhuzamban megkóstolni 50-60 Plavac Malit is vakon, úgyhogy eddig nálam a Saints Hills volt a nyerő, akik ugye a Pellésetfélszigeten vannak, de itt Komárnában is van területük, de gyerekek, lecseréltem a Saints Hills-t Volárevicsre, mert ez tuti, hogy életem legjobb Plavac Malia. Lehet, hogy butaság, de gyorsan ki is osztok rá. Mondjuk 95 pontot.
ez világszinten is egy klasszis vörösbor. Nem lehetne ennél jobb. Egészen elképesztő. Ez volt a lecsengés. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, kövessetek a Facebookon és az Instagramon is. Szevasztok!